Sziasztok! Hétvégén nálunk jártak a szüleim, ami azt jelenti, hogy volt egy kis kimenőnk, és el tudtunk menni egy-két olyan helyre, ahova Manucskával nem szívesen járunk, mert neki nem túl élvezetes, viszont görgettük már magunk előtt hetek óta, úgyhogy egy kis nézelődéssel és vásárlással nyitottuk a hétvégét, ezután pedig siettünk haza. Semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy kihasználatlanul áll ez a fotel. Igaz, nem feltétlenül az lett az elsődleges tulajdonosa, akinek szántuk, de nem kell a részleteken fennakadni, az a lényeg, hogy használatban van és nagyon szeretik. Mutatom a mai zsákmányokat az Arohomból. Ez a törölköző gyönyörű szép színű, nem adja vissza a videó igazán, de nagyon-nagyon szép barna. Kéz törlőméret, illetve egy másik törölköző, ez bézs, ebből nagyobbat vettünk, szóval ez a testre szánt méret, ebből még egyet. Igazából a kézmosóból is kellett volna, de majd legközelebb. És kettő pohár, kibontom és megmutatom nektek. Itt bújik alul egy kis fogas. Ebből a kollekcióból van már könyves polcunk, illetve egy másik polcunk, és nagyon-nagyon tetszett. Funkcióját tekintve még nem tudom, mire fogjuk felhasználni, de annyira szuper cuki volt, hogy nem akartam otthagyni. Mutatom a poharakat közelebbről, 6 darab boros poharat vettünk. Most, hogy befejeztem a szoptatást, muszáj volt egy kicsit frissíteni a készleten, egy teljesen egyszerű, nagyon-nagyon szép formás boros pohár, illetve vízes poharat is választottunk, mert elég nagy hiány van belőle itthon. Azt nem tudom, hogy mennyire látszik így. Ez egy kb. 3 decis pohár, és nagyon érdekesen van, azt nem is tudom, hogy csiszolva, vágva. Nem értek hozzá, de nagyon-nagyon tetszik a minta, hogyha ezt lehet mintának hívni. Talán így látszik a legjobban. Ezt tedd bele a szárba, Maci. Ezt megfogom. Én kapom? Köszönöm, nagyon kedves vagy. Várjál. Én most nem kérek. Új, tedd oda. Egy áfonyát. Hm? Nem. Ó, de jó. De jó. Rajzolsz vele? Kösz. Megfogadtam, hogy nem vásárolok több ruhát ebben a szezonban Mirónak, de egyszerűen nem lehet ezeknek ellenállni, nemet mondani rá. Ezt nézzétek meg, hogy mennyire cuki. Annyira jó gyerek ruhák vannak a Tesco-ban, hogy zseni, hát ez valami szuper cuki. Egyszerűen meg kell vadulni. Ez annyira gyönyörű. És van belőle barna, illetve bézs színű, de sajnos ezek egyik sem jó méret. Na, ja, meg hát rózsaszín, hogyha esetleg valaki. Ezen nagyon gondolkodom, hogy megvegyem el. Igaz, ez a kislány szekcióban van, de ezek nekem annyira unisex ruhák. Ez az utolsó esküszöm. Szuper cuki és szuper szép színű. Ezzel vásároltunk Tesco-ban utoljára, de durva, hogy mennyi vegán vagy egészséges alternatíva van. Ez lehet, hogy csak nekem újdonság, de tényleg konkrétan meglepő, hogy brutál mennyiségű egészséges cucc van. Kb. Egy közepes méretű biobolt, az beköltözött a Tesco-ba az elmúlt évek során. Úgyhogy még az is lehet, hogy visszakerül a listára. Ma nem állunk meg a háztartási dolgokat illetően. Egy újabb mini póllal jövök, szép tiszta pulcsim újja. Vettünk egy étkészletet, aminek az érdekessége az, hogy sikerült konkrétan ugyanazt kiválasztanunk, amit a szüleim karácsonyra vettek nekünk. Csak pont a másik színűben, kettő szín között hezitáltunk, és mi a sötét szürkét vettük meg. Nagyon-nagyon kis szép, de milyen nem mutatom. Így néz ki kicsomagolva az étkészlet. Szerintem a videó itt sem fogja igazán átadni, hogy milyen a mintája és a színe. Sötét szürke, sötét barna, nagyon szép kerámia. Egy videóban kb. 500-szor hangzik el az, hogy nagyon szép, de nincs mit tenni. Ez a leveses része,
tök jó, hogy ilyen mély és nem széles, tehát nem foglal óriási helyet. Egyébként egyáltalán nem szeretem a széles leveses tányérokat. Ez a kis tányér, ez pedig a lapos tányér nagyban. Egyébként ez szerintem bármennyire klisi ajándék, karácsonyra nagyon szuper, mert magunkból kiindulva erre az emberek szerintem relatív ritkábban, vagy egy picit nehezebben költenek, viszont tényleg minden egyes nap előkerül, és minden nap használatban van, tehát mindenképpen hasznos, és egyébként szerintem tényleg tök jó ajándék. Kinyithatom? Szeretném, amúgy jó így. Itt készül a vacsora. Úgy döntöttünk, hogy ma nem megyünk sehova. Általában élni szoktunk azzal a lehetőséggel, hogy a szüleim lefettetik Mirot, mi pedig elmegyünk vacsorázni, bőnkolóba, de úgy döntöttünk most, hogy itt van lesz az evés, és Misi a séf. Olasz este lesz, azt hiszem, hogy ez talán egyetemű. Akkor a jövésmenés, hogy elmenekültem a fürdőbe ezt a részt felvenni. 2019 óta mutogatott nektek mindenféle receptet és egészséges ételt, vagy alapanyagot, vagy készételt, vagy bármilyen mihez köthető, de soha nem volt még olyan, hogy bolti édességet ajánlottam volna, viszont ezt már több hónapja szerettem volna nektek megmutatni. Tudjátok, hogy nálam a, illetve hát lehet, nem tudjátok, de akkor most már tudjátok, nálam a rendszeren kívüli evés, ez lett a nevem, mert a csalóétkezés, meg a cheat, meg a félreevés, ezek mindegy ilyen negatív szavak és negatív dologra utalnak, én meg ezt igyekszem elkerülni, úgyhogy rendszeren kívüli étkezésen neveztem el azokat az ételeket, amelyek a napi rutinon kívül esnek, amik nem mindennaposak. Kevin is itt van természetesen, hát ha valami kis falat leesik neki. Szóval nyilván a bolti édességek azok teljesen tiltólistások, egyébként nem csak azért, mert azt gondolom, hogy nem egészségesek, hanem mert egyáltalán nem élvezetesek számomra. Szóval én egy csokival szemben bármikor választanék egy túrós batyút, bármilyen pékárút, süteményeket, tortát, jaj, ezt lejtem, tehát mindent, ami valódi alapanyagokból készül, itt most beszéltünk akár a vajról, cukorról, lisztről, tehát az a lényeg, hogy nem ezt a műbolti édesség vonalat preferálom, viszont egyetlen olyan termék van a polcokon, amit tényleg nagyon-nagyon szeretek, és hogyha úgy jön ki a lépés, mint például ma, hogy itthoni vacsorát tartunk, vagy vacsorástát, akkor ezt meg szoktam vásárolni. Ez egy natur ízű rizspudding, és itt látjátok az összetevőit, így forgatom, és akkor teljesen látható lesz számotokra. Konkrétan tejből, tejszínből, cukorból és búzadarából áll, és ennyi a történet. Ugye az alapanyagoknál, illetve az kész ételeknél az alapanyagokat mindig olyan sorrendben kell feltüntetni, ahogy az menjen előre, ami a legnagyobb százalékban található benne. Tehát ahogy látjátok, ebben tej és tejszín dominál, és utána jön csak a cukor, illetve a búzadara. Iszonyatosan finom, tényleg egyáltalán nincsen műíze, hiszen mitől is lenne, nincsen benne semmi mesterséges adalékanyag. Úgyhogy ez az az étel, illetve bolti alapanyag, amit, hogyha úgy jön ki a lépés, akkor tényleg tök jó ízzel meg tudok enni, és azt mondom, hogy úristen, nagyon finom, úgyhogy ma alap, hogy hoztunk belőle haza fejenként ennyit, karácsonykor is biztos kerül a hűtőbe, szóval nem azt mondom, hogy ez napi szinten, vagy csak úgy ész nélkül egyétek, mert nyilván az összetevői olyanok, amilyenek, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó alternatívája lehet a ilyen-olyan mesterséges adalékanyaggal tömött édeségeknek, hogyha nem az az elsőleges cél, hogy mondjuk vércukorbarát legyen, vagy diétabarát, csak szeretnétek egy picit tisztában, vagy egészségesebben idézőjelben enni, akkor ez egy szuper ötlet lehet. Őszintén nem tudom, hogy kimondjam hangosan, hogy meddig tartott a mai este, és hogy milyen állapotban leszek reggel. Ma sem sikerült annyira a korai lefekvés projekt, és elvég maradva két nap adventi kalendáriummal. Nem tudom, mik ezek a pöttyök rajta. Sajnos elfelejtettem elvinni azt az ablakot, amit Prágában kellett meg kinyitnom. Tegnap pedig, hát ez egy teljes káosz volt, tehát ott tényleg elfelejtettem. Nem gyakran van olyan, hogy az esti rutin elemét kifelejtem, de a tegnapi nap pont ilyen nap volt, úgyhogy én 26-ára fogok ragyogni. Igaz, akkor már kevésbé lesz relevanciája, de még mindig jobb, mint a semmi. Én pedig ezzel lendülettel megyek és lefekszem aludni, mert gyakorlatilag reggel van. Köszönjük, hogy nézhetek a mai napot. Sziasztok!